Na lássuk az utolsó három kelcsili szószt. Ugye múltkor említettem, hogy én ebben a típusú szósz világban annyira nem hiszek. Ugye ezek az ilyen különböző gyümölcsös és egyéb ilyen extrának tűnő hozzávalóval megspékelt kis főzött szószocskák, amik így Magyarországon hát nem mondom, hogy nagy sikernek örvendenek szerintem legalábbis. Én úgy gondolom, hogy a natur, ahogy már ezt mondtam, az többnyire, ami viszi itt a pálmát, illetve az egyéb ilyen barbecue-s irányzat kezd divatos lenni, ahol illetve az ilyen ketchupos történetek, és ugye a barbecue-sban, ahol az az édes, fűszeres, mondjuk fűszeresnek, de inkább valahogy az édes, az szereti a magyar, és éppen ezért az egyik ajánlásom kelcsilitől az a jalapeño szósza, aminek nincsen meg már sajnos az üvege, mert elfogyott, de ide berakom, itt lesz a képecske, és akkor ezt kell keresni, ezt tudom ajánlani így összegzésnek, de előtte azért megkóstolom ezeket, így. Ez az első, ami habanero, orancs, ananász, cukor, barna cukor, sóhagyma, fokhagyma, almaecet, ételecet, őrölt paprika, kömény, tarka, bors. Ezt írjátok már meg, hogy ennek van értelme, hogy felolvasom az összetevőket, vagy pedig majd megnézitek külön a készítő honlapján, mert igazából ez csak egy ilyen, hát végül is egy fontos információ, de hogyha mondjuk olyan szószról van szó, ahol csak az van adírva, hogy fűszerek, akkor csak fölöslegesen húzom az időt ezzel, tehát túl sok izgalom nincsen benne. Úgyhogy ezt írjátok meg. Na hát, orancs habanero. Az illata nagyon finom. Lássuk hát, hogy milyen az íze. Ízben nem mondanám, hogy hozta ugyanazt, mint illatban, sőt, kifejezetten nem hozta. Nekem inkább csak azt erősítette meg, hogy valóban ezeknek a szószoknak nincsen úgy létjogosultságuk, mint például fermentált szószok esetében, tehát ilyen összetevőkkel egy fermentált szósz már is különlegesebb, itt nincs nagy különlegesség. Tehát itt maximum annyi szokott lenni, hogy ennek mondjuk ananászosabb íze van, vagy sem. De tulajdonképpen minden egyes kistermelőnek van ilyen szósza, tehát én ebben nem látom az egyediséget, így nem tudom azt mondani, hogy mindenféleképpen ezt kell vennetek a kelcsilitől, ez az én véleményem. A következő az ez lesz. Ennek az érdekessége a csoki habanéron kívül, ami nem érdekes szerintem amúgy, hogy egy szintén klasszikus szilva, barna cukor, ét, csokoládé, fokhagyma, sóbors, fahéj, fűszerek ízvilágot kapott, ami szintén tucat számba megy itt Magyarországon, tehát nem tudnám ezt sem nagyon kiemelni, hogy miért pont innen kellene vennetek, miért nem a legközelebbi helyről, ami számotokra elérhető. Persze, ha interneten rendetek, akkor tök mindegy, de jó. Az illata is teljesen megszokott. Lássuk az ízét. Na hát ízre igazából nem nagyon akarom ezt most túl spilázni, tehát ezt így nem ajánlani, mondom őszintén. Ugyanaz a hiba, mint az előző natúrokban, csak most már az előző videóban lévő natúrokra, amik annyira nem ütik meg szerintem a szintet. Itt is szintén ugyanaz van, csak itt több összetevővel nem sikerült összehozni egy harmóniát, úgyhogy szerintem mehetünk is tovább. Ez az utolsó, ami van még nekem, és videóba kerül. Van, ami nem biztos, hogy belekerült itt egy videóba is, de ennek az az oka, hogy elfogyott, vagy elfogyott. Na hát ez butyolokia, csoklet, őrölt kávé, kakaópor, hagyma, fokhagyma, barnacukor, só és tárkony. A tárkony nagyon jó szószokban, én azt kell, hogy mondjam. Kóstoljátok meg ti is csili szószokban a tárkonyt, amit magatoknak főztök otthon vagy fermentáltok. Itt is ugyanaz az édes világra számítok, de mindjárt kiderül. Megmondom őszintén, hogy én nem vagyok ennek az édes világnak a rajongója. Hát ez kávé leginkább, és háttérben némi kis kakaócska is befigyel illatra, de hát akkor ízre is megnézzük pillanatokon belül.
Hát ez... mondjuk azt, hogy keserű. És igazából ízben ez így elvisz mindent. Tehát a paprika fajtája túlságosan elnyomja ezt a kávés kakaós világot, és itt is az van, hogy ez a logikai bukfenc van számomra, hogy akarunk valamilyen ízvilágot közvetítetni azoknak, akik igazából a kávéért, meg ezekért a csokis ízélményekért vannak oda, és akkor beleverjük mindezt egy extra erős chili mellé, tehát ezt ki fogja megenni, mihez fogja megenni, ezt sosem fogom megérteni. Nyilván tudom, hogy a célközönség az, aki az extra erős szószokat szereti, de ezt ezerszer el fogom még mondani szerintem, hogy gasztronómiailag ennek nincsen létjogosultsága, hogy extra erős szószokhoz, vagy paprikákhoz mindenféle kávét és kakaót tegyünk, hanem akkor megfogjuk azt a paprikát, ledaráljuk, miután leszárítottuk, és rá szórjuk picit kis csipet kékbe a kajára, és akkor ott van. Körülbelül ennyiről kellene szólni, nem tudom, mihez eszem ezt. Kellemesen, úgyhogy jól essen. Vannak, akik bírják a csípőset, de én azért csilizek már pár éve, és nincsenek nagy számban, úgyhogy én nem nagyon tudom elsózni azokat a szószokat semmiket, vagy én nem eszek meg, vagy amit én készítek, és extra ott, mert egyszerűen a 90%-a, vagy inkább több az embereknek nem kíváncsi erre az erőre, vagyis kíváncsi addig a pontig, amíg egy natúr szósz keretében megkóstolja, és elmondhassa, hogy én ettem Carolina Reapert, vagy ettem szellemcsilit, vagy bármi mást, de hogy ettem egy kávés butyolokiát, na mindegy. Na de, hogy ne tűnjek ennyire negatívnak, így a jalapeño mellé ragadjuk ki a szép emlékeket is kelcsiliből. Első körben nagyon szimpatikusak a kelcsillék. Az fontos szerintem, sőt talán az a legfontosabb egy termelőnél, hogyha én ránézel, akkor ő szimpatikus legyen. Legalább annyira, mint én legyen olyan szimpatikus, vagy jobban legyen szimpatikus, mint én, és akkor már kifejezetten biztosan jó lesz a termék is. A legtöbb esetben én ezt figyeltem meg, amúgy tényleg viccen kívül, hogyha maga az arc, aki a cég mögött van, az normális, akkor a termékek is normálisak, és azt szerintem tényleg jó. Na, másik dolog az pedig, amit én észrevettem, hogy ő nagyon ráment erre az édes világra, meg ugye ő bírja is a csípőset, mert ő indult is chili evő versenyen, tehát valószínűleg ezért van itt ez a kis csavar, amit én nem akarok megérteni, persze tudok, csak nem akarok megérteni, hogy miért viszünk bele ebbe olyan töltetet, hogy ezt meg lehet enni, mint mártogatós ezeknek a szószoknak a nagy részét, hogyha tezünk mellé valamilyen ízvilágot, amik viszont elvéreztek ott azon a ponton nálam, hogy ezt tényleg mindenki elsütötte már. Tehát ebben nincsen semmi egyediség, de hogy ugye jót mondjak. A naturvilágban ez az előző videónak a nakkedje, ez kiemelkedően jó habanero szósz, sima natur só, 7%-os sóval. Én nem tudom egyébként, megmondom őszintén, hogy nekem kicsit említem, nem csak ez lenne benne, de elvileg ez van benne, de hogy az íze sokkal jobb, mint az ilyen natur szószok szoktak lenni. Most vagy azért, mert 7%-os a só, és utána hőkezelt, és nem vett el durrantva sóval, vagy van benne még egy kis csavar, mondjuk például egy némire, mintha meg lenne kicsit sütve, füstölve, minimálisan ez a paprika, nem tudom, mindegy, nem is ez a lényeg, hanem kicsit nekem sokkal meg is illatozom. Igen, van benne még illatra is, továbbra is azt mondom, de ízre még inkább, hogy van benne egy kis ilyen friss hazai íz és illat élmény, ami tök jó. Tehát ebből mindenféleképpen ebből nagy üveget érdemes venni, és mivel habanero,
Nem tudom, milyen habanéró van benne, de egyébként nem az extra nagyon durván erős habanéró. Legalábbis számomra nem az volt. Tehát ez tényleg lehet úgy egy kicsit jobban oda löttyinteni a pörkölthöz. És nagyon-nagyon passzol hozzá. Úgyhogy az előző videóban ugye volt, erre bemutattam extra erőset, ugye alternatívaként, hogy aki tényleg csak csípőst akar, nagyon minimált, és akkor neki nincs szüksége arra, hogy igazából a paprika ízét is érezze, hanem ő neki csak a csípősség kell, és akkor el van egy 100 ml-s üveggel egy évig, vagy tovább, akkor neki van erősebb, jobb, de aki ízeket is keres, magát a paprika ízét, meg talán kicsit többet, én nem is tudom, hogy mi a titok itt most, semmi, lehet, hogy csak az egyszerűség. De hogyha egy kicsit többet szeretné és keresi a paprikát, akkor ez nagyon fasza, és nem tudom, hogy ez volt-e már benevezve versenyre ez a szósz, natur világban esetleg, de szerintem ez fixen dobogón kell, hogy legyen az eddigi tapasztalatok alapján, habanéró szinten. Tehát hogyha úgy vesszük, hogy mondjuk mennél erősebb, akkor már nem lenne dobogó, de nem tudom, hogy szétszedik-e ezt az erőn belül is a dolgokat, hogy már mondjuk ez egy közép kategória, talán szokott ilyen lenni. Na mindegy, túlbeszéltem, tehát az a lényeg, hogy ezt nem tudjam ajánlani, úgyhogy illetve még van a bakkátum, a lemon droppos szósza, ami igazából szintén semmi extrát nem tartalmaz, de hogyha érdekel mondjuk egy lemon drop íz, akkor azt meg tudod kóstolni egy szósz keretein belül, de amúgy tényleg abból nincs kihozva semmi több. Tehát ott maga a paprika a íze a szósz, tehát nem a paprika ízesíti a szószt, hanem csak szimplán a paprika a szósz. Na, hát ennyit tudnék hozzátenni akkor kecsilihez, szóval nekem összességében tetszett. A sablon dolgok nem értem, hogyha vannak tényleg ilyen jó dolgai is, illetve volt még valami barbecue jellegű, csak azt már el is felejtettem, hogy mi volt, de az is elfogyott, tehát azt is tudom ajánlani, majd azt is megnézem, és akkor berakom ide a képét, mint ahogy a jalapenyósnak berakom a képét. Köszönöm, hogy megnézted, és jönnek majd még ilyen videók, és valami hasonló hangvételben, hogy így kivágom a lényeget, és megpróbálok valami szakmai szemmel gondolkodni, nem pedig úgy, hogy nekem ez most ízlett, nem ízlett, senkit nem érdekel, hogy nekem ízlik vagy nem ízlik, hanem hogy magán a piacon, így a magyar chili piacon, ez hol van az a termék, amiről én beszélek, szerintem az sokkal érdekesebb. Mondom, azt nem tudom megítélni, hogy az érdekes, hogy elmondom, mi van benne, mert ezt is ki tudjátok keresni a gyártók oldaláról. És ezt írjátok még meg. Mindig kell írni valamit, hogy miben fejlődjek, de szerintem most ez a kép és hang, ez így most már tényleg jó lesz. A fény is nagyjából szerintem így oké lesz. Egyet tudok mondani, meg azt, hogy a Discord csoportba lépjetek be mindenféleképpen, mert ott van minden, tehát az az egyetlen értelmes magyar csilis csoport Magyarországon, higgyétek el. Ott tényleg, hogyha bármit kérdeztek, az meg lesz válaszolva. Persze csilivel kapcsolatban, bár van horgászós topik, meg ilyesmi dolgok is vannak, és zenéket is ajánlgathatunk egymásnak, tehát ez egy közösséget próbálott kialakítani, nem csak így bedobunk egy csilis kérdést, mint ahogy erről már volt szó, hogy attól ki vagyok, és akkor továbbállak az emberek, hanem akkor ott összegyűlünk, és el vagyunk. Na, úgyhogy lépjetek be oda, ide iratkozzatok fel, és szép napot, csóklász!